Én minden reggel örömmel jövök ide be, én szeretek ide járni, és szerintem a legtöbb ember így van vele. Katolikus intézményről lévén szó, nem is annyira hitélet, persze a hitélet is fontos szempont nálunk, és külön hittanórákon és külön istentiszteleteken vesznek részt a gyermekek. De külön kiemelném, hogy ez természetesen iskolán kívüli időszakban nem kötelező, nem erőltetünk rá senkire semmit, bátran lehet jelentkezni, külön komoly elhivatottság nélkül is, de mindenképpen úgy érzem, hogy ez a nevelés ad egy tartást, egy emberséget, egy tisztességet, egy mások iránti tiszteletet a gyermek részére. A mi gimnáziumunk mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az oktatás mellett a nevelés is előtérbe kerülhessen, és mi azt tartjuk, hogy élni kell az iskolában, nem pedig csak túlélni. Ennek jegyében rengeteg olyan közösségi programot szervezünk, amelynek a gyerekek a nyertesei és az aktív résztvevői, nagyon gyakran pedig a szervezői is, ahol mindig a gyerekekre koncentrálunk, és úgy próbáljuk őket magunkkal vinni, hogy ők ebből mindig tanuljanak is valamit, és nyerhessenek is ezáltal. Ezen kívül iskolánkban sok-sok éve sikeresen működik az Erasmus program, és ennek keretében nagyon sok gyereket tudunk megmozgatni, elvisszük őket külföldre, ahol gyakorolhatják az itt megszerzett nyelvtudásukat, és ezen kívül mi is fogadunk gyerekeket, ami mindig az élő kapcsolatok építésére irányul, és ezáltal a mi gyerekeink nagyobb kitekintést kapnak a világba, és olyan kapcsolatokat köthetnek és építhetnek, amelyek aztán megmaradnak nekik az iskola falain kívül is. Ajánlom azért, mert családias a hangulat, hogyha valaki tanul és hallgat a tanárokra, akkor innen nagyon sok mindent el lehet érni később. Három új osztály indítását tervezzük. Ebből kettő osztály ötödikes, tehát a jelenlegi negyedik osztályosokat szeretnénk ezzel megszólítani. Két lehetőségük van a jelenlegi negyedikeseknek. Az egyik lehetőség az, hogy beiratkoznak hozzánk egy úgynevezett 8 plusz 1 osztályos képzésbe. Ez azt jelenti, hogy az első évben nyelvi előkészítő folyik, illetve kiemelt számú, óraszámú informatika oktatással. A cél az, hogy ők úgy érettségizzenek le, hogy akkor már előrehozott érettségivel, vagy nyelvvizsgával, esetleg két nyelvvizsgával rendelkeznek, és az informatika világában is járatosak lesznek. Az ötödik ennyosztályba jelentkezőknek egy központi írásbeli felvételi vizsgát kell írniuk, és ez alapján kerülhetnek be ebbe a képzésbe. A másik ötödik osztályunk egy hagyományos, 8 osztályos képzés tulajdonképpen. Saját negyedikeseinket is, és emellett más iskolák negyedikeseit, elsősorban vidéki iskolák negyedikeseit, olyan helyekről, ahol esetleg csak alsó tagozat van, várjuk ebbe a képzésbe, akik nem feltétlenül annyira jó képességűek. Ők egy hagyományos, általános, tantervű, 8 osztályos képzésben folytathatják itt ötödikben a tanulmányaikat, és a 8. osztály elvégzése után akár maradhatnak nálunk, a gimnáziumi képzésben, de természetesen más középiskolában is folytathatják tanulmányaikat. Én úgy gondolom, hogy jó döntés volt, mivel így egy alaposabb tudást lehet szerezni, mint 4 év alatt, és szerintem jobban fel tud készíteni akár az érettségire, akár majd az egyetemi életre, hogyha hosszabb ideig járunk egy helyre. A jelenlegi 8. osztályosoknak pedig egy osztály, egy új osztály indulásával készülünk. Ez egy 4+1 évfolyamos gimnáziumi képzés. Itt szintén a plusz évfolyam az a nyelvi előkészítő. Kiemelt óraszámban tanulják az angol vagy a német nyelvet, és utána pedig egy hagyományos 4 osztályos gimnáziumi képzésben vesznek részt, és így jutnak el az érettségig.
Mi nem engedjük el a gyerek kezét azzal, hogy elballag vagy leérettségizik, mi odafigyelünk rájuk azután is, és követjük a sorsukat. És erről árulkodik az a sok-sok kedves levél, amit mostanában írnak a Facebook oldalunkra, ez a Rólunk mondták rovatunk, ahol azok a diákok, akik a mi gimnáziumunkból mentek el a nagyvilágba, most visszajelzést adnak nekünk, és ebből is kiderül, hogy valamit jól csináltunk.